Ezzel a videóval folytatom a böjtről szóló sorozatomat, ez a harmadik és egyben utolsó rész. Ebben a videóban a böjt egészségi hatásairól fogok beszélni. Szeretnék egy átfogó képet adni neked arról, hogy milyen betegségek megelőzésében vagy akár kezelésében segíthet a böjt. Kiindulási alapként két fontos fogalmat szeretnék elmagyarázni. Az egyik az anabolizmus, a másik a katabolizmus. Anabolizmus és katabolizmus, biztos hallottad már ezeket a fogalmakat, talán tudod is mit jelent, de ha mégsem, most elmondom. Az anabolizmus azokat az anyagcsere folyamatokat jelenti, amik felépítő jellegűek. Például, hogyha a táplálékkal bevitt aminosavak izomfehérjévé épülnek be, az egy anabolikus folyamat. Ugyan ezért is, biztos hallottad már, az anabolikus szteroidok fokozzák az izomépülést. Ugye? Ez egy építő folyamat. A katabolizmus azokat az anyagcsere folyamatokat jelenti, amik lebontó jellegűek. Tehát ez az anabolizmus ellentéte. Lebontó jellegű anyagcsere folyamat például az, hogyha a szervezeted felhasználja a zsírraktárakban lévő energiát, tehát a raktározott zsírból energiát nyer. Ez egy katabolikus, egy lebontó folyamat. Tehát ez a két anyagcsere folyamat van a szervezetünkben, mikor melyik dominál. Az optimális egészség érdekében alapvetően a kettő egyensúlyára van szükség. Tehát sem az nem jó, hogyha a katabolizmus dominál, ami például megtörténhet egy rosszul összeállított kalóriaszegény fogyókúra alkalmával, olyan módon is, hogy a szervezet már izmokat is elkezd lebontani. Ez egyáltalán nem kívánatos. Az anabolizmus irányába csak azban az esetben jó, ha elborul egy rövidebb ideig az egyensúly, hogyha valaki izmot épít. Az egy pozitív dolog. De hogyha valaki folyamatosan hízik, az is egy anabolikus állapot, ugye? A zsírszövet fog felépülni. És ez már nagyon kedvezőtlen. Tehát a cél az az lenne alapvetően, hogy ez a kettő egyensúlyban legyen. Na most, amikor te eszel, rögtön egy anabolikus állapotot teremtesz, hiszen a bevitt táplálék le fog bomlani, felszívódik és beépül a szervezetedbe. Ezzel szemben, ha nem eszel, mondjuk böjtölsz, az egy katabolikus hatás. Az előző részben részletesen kifejtettem, hogy milyen anyagcsere hatásokkal jár a böjt. Ha láttad azt a részt, akkor már tudod, hogy kezdetben ugye a raktározott cukor, vagyis a glikogén, az felszabadul és felhasználásra kerül. Ez már is egy lebontó folyamat. Mindezzel párhuzamosan egyre inkább a zsírraktárakból a szervezet előhozza az energiát, tehát elkezdi lebontani a zsírt. Ez is egy lebontó folyamat. Tehát a lényeg az, hogy ha eszel, az anabolikus hatás, ha nem eszel, az katabolikus hatás. A társadalmunkban az a probléma, hogy az emberek többsége, tisztelt a kivételnek, túlontúl sokat eszik, ezért az anabolikus hatás dominál. Túlontúl sokat esznek, és ezért jó sok elraktározódik. Ezzel úgymond építik a testüket, leginkább ugye a zsírraktárakat. Ezzel szemben, ha böjtölsz, akkor bizony a raktározott energia az lebontásra kerül. Az a két hormon, ami ezekért az anyagcsere folyamatokért leginkább felelős, az inzulin és a glükagon. Ezekről részletesen beszéltem az előző részben, ha nem láttad, javaslom, hogy nézd meg. Az inzulin egy anabolikus hormon. Ha magas az inzulin szinted, a szervezeted raktároz. Hogyha magas az inzulin szinted, akkor a szénhidrátok első körben glikogénként raktározódnak, második körben pedig zsírként. Ezért van az, hogy ha valaki fogyni szeretne, akkor azt tanácsolom neki elsősorban arra figyeljen, hogy hogyan tudná csökkenteni az inzulin szintjét. Hiszen
Ha magas az inzulin, nincs zsírégetés. A fogyáshoz csökkenteni kell az inzulin, ha csökken az inzulin, akkor a glükagon szintje fog nőni, a glükagon pedig katabolikus. Katabolikus hatású hormon, a glükagon hatására a raktározott cukor felszabadul, és a szervezet felhasználja azt, a raktározott zsír felszabadul, a zsírraktárakból a szervezet elkezd energiát felhasználni. Tehát hormonális folyamatok befolyásolják azt, hogy mikor milyen anyagcsere folyamat van, de alapvetően ezeknek a hormonális folyamatoknak a gyökere, az oka az étrendben keresendő. Tehát nagyon egyszerűen, ha eszel, anabolikus környezetet teremtesz. Ha böjtölsz, katabolikus környezetet. Ha böjtölsz, akkor a szervezet elkezdi a raktárakat lebontani, elkezdi felhasználni a raktározott zsírt. Emiatt az első egészségi hatása a böjtnek a fogyás. A böjt a világ legegyszerűbb fogyási módszere. Ingyen van, sőt, pénzt spórolsz vele. Nem kell időt befektetned, sőt, időt spórolsz vele. Nem kell vásárolni, nem kell főzni, nem kell mosogatni. Egyszerű, és bárki számára elérhető. A böjtnél elkerülhetetlen a fogyás. Az más kérdés, természetesen, hogy a böjt után visszahízod-e a leadott kilókat. Nyilván, ha a böjt utáni napon kétszer-háromszor annyit eszel, mint amúgy, akkor nyilván visszajönnek ezek a kilók. De tudományos vizsgálatokból tudjuk, hogy az emberek jellemzően nem annyival esznek többet a böjt utáni napokon, mint amennyi hiányt a böjt okozott. Tehát alapvetően a bőjttel hosszabb távon lehet fogyni. És tudjuk tudományos vizsgálatokból, hogy a bőjttel nagyon hatékonyan lehet fogyni hasról is. Volt egy olyan vizsgálat, amivel összehasonlították két csoportnak a fogyását. Az egyik csoport egy hagyományosabb fogyókúrát követett energiadeficittel. A másik csoport pedig rendszeresen bőjtölt. Hetente két napot. A fogyásukban nem volt olyan hatalmas különbség, de a böjtölő csoport sokkal többet fogyott hasról. Tehát a böjt nagyszerű eszköz lehet a hasi zsír csökkentésére, ami egyébként a legveszélyesebb zsír. Tehát a hasi zsír az fokozza számos betegség rizikóját, a cukorbetegség, a szívbetegség rizikóját, úgyhogy nagyon jó hír, hogy a böjtöt ezt lehet csökkenteni. Van egy ausztrál dietetikus, akit én nagyon tisztelek, és sokat tanulok tőle, és ő mondta azt, hogy a böjtöt ő kétféle kliensének javasolja. Egyrészt azoknak, akiknek rengeteg súlyfeleslege van, tehát akiken sok 10 kiló felesleg van. A másik csoport pedig az, akiknek nagyon kevés súlyfeleslege van, igazából már szépen lefogytak, vagy sose voltak talán nagyon elhízva, de van rajtuk egy pár kiló, az a makacs zsír, ami egyszerűen nem akar lemenni, és ez nagyon sok esetben egyébként a hason van. Na, a böjt ebben nagyszerűen tud segíteni, tehát ez a két csoport nagyon sokat profitálhat a böjtből, aki nagyon el van hízva, szuper eszköz számára a fogyáshoz, és akinek pedig már csak egy pici makacs zsírja van, na a böjt az segíthet leszedni. A böjt másik nagyon fontos egészségi hatása az, hogy fokozza az inzulin érzékenységet, vagy úgy is mondhatnám, hogy csökkenti az inzulin rezisztenciát. Az inzulin rezisztencia nagyon gyakori manapság, többféle probléma esetén társul, ilyen ugye cukorbetegség, aminek a gyökér problémája az inzulin rezisztencia, vagy ilyen a policisztás ovárium szindróma, rövidítve PCOS, ami szintén az esetek többségében inzulin rezisztenciával jár. A böjt amellett, hogy elősegíti a fogyást, elősegíti az inzulin érzékenység javítását is, tehát ezekben az állapotokban akár terápiás hatású is lehet.
és Kanadában van egy szakember, úgy hívják, hogy Jason Fang, ő erre specializálódott, ő cukorbetegekkel foglalkozik, és a klinikáján a böjtöt használja a terápia részeként. Tehát nyilván ez orvosi felügyeletet igényel, főleg inzulinnal kezelt cukorbetegek esetén. Tehát azt senkinek nem javaslom, hogy most kezdjen el egyedül böjtölni, ha ő cukorbeteg. Ehhez azért nem árt az orvosi felügyelet, sőt nagyon fontos. De a lényeg az, hogy a böjt segít az inzulinérzékenység fokozásában, és ezért cukorbetegeknek és PCOS-ben szenvedőknek is hasznos lehet. Térjünk vissza egy kicsit a katabolikus anyagcsere folyamatokhoz. Van ugyanis két másik fogalom, amit fontos ismerned. Az egyik az autofágia, a másik az apoptózis. A böjt mind a kettőt elősegíti. De miről is van szó? Az autofágia egészen pontosan szó szerint azt jelenti, hogy önevés. Szebben mondva azt jelenti sejtes önemésztés. Ez ugye egy katabolikus folyamat, de egy kedvező folyamatról van szó. Az autofágia során ugyanis a szervezet lebontja a sejtben azokat a részeket, amik már elhasználódtak, előregettek, vagy esetleg hibásak. Tehát ez a sejt regeneráció egyik eszköze. Az autofágia célja tehát lényegében az, hogy megszabaduljunk az előregedettől, és megszabaduljunk a hibástól, ezeket újrahasznosítsuk, és ezáltal a sejt regenerálódhasson. Tehát ez egy nagyon fontos folyamat, ami folyamatosan történik az egészséges szervezetben, tehát a sejtjeink regenerálódnak, és ugye néhány év alatt, ha jól tudom, 7 év alatt az összes sejtünk kicserélődik. Tehát az autofágia elősegíti azt, hogy a hibás, öreg, sérült sejt részek lebomoljanak, azok újrahasznosuljanak, és a szervezet új, egészséges sejt részecskékkel tudja azt helyettesíteni. Az apoptózis, a másik fogalmunk, ami azt jelenti programozott sejthalál. A programozott sejthalál egy jó dolog, ha rosszul is hangzik, egy jó dolog, az egészséges sejtjeinkbe be van programozva a halál. Tehát, hogyha egy egészséges sejted előregedik, egyszerűen elpusztul a szervezet, újrahasznosítja, regenerálódik, és új sejtek keletkeznek. Tehát ez hasonlít az autofágiához, csak az autofágia az a sejtben lévő részecskékre vonatkozik, az apoptózis meg az egész sejtre. Mind a kettőt elősegíti a böjt. Na most, mi a helyzet a ráksejtekkel? A ráksejtek olyan sejtek, amikben egy mutáció miatt megváltozik az anyagcsere. És a ráksejteknél az apoptózis, tehát a programozott sejthalál nem történik meg. A ráksejtek szaporodnak, növekednek, és nem halnak meg. Ezért alakul ki a tumor, tehát a rosszindulatú daganat. Ez egy kedvezőtlen állapot, látod? Tehát az apoptózisra igenis szükség van. És a ráksejtek esetén ez nem történik meg, ami azért van, mert nekik az anyagcseréjükben egy kis gigszer lesz, vagy talán több gigszer is, és van egy érdekes dolog, ezt úgy hívják, hogy Warburg effektus, Otto Warburg nevéről, aki ezt felfedezte, és Nobel-díjat is kapott érte. Ez arról szól, ez a Warburg azt fedezte fel, hogy a ráksejtek nagyon sok glükózt, tehát cukrot használnak, miközben nem kell nekik annyira oxigén. Mert alapvetően normál esetben egy egészséges sejt az aerob glikolízis folyamatát végzi, ami azt jelenti, hogy a glükóz oxigén jelenlétében hasznosul, és ATP keletkezik belőle, plusz széndioxid. Normál esetben ez történik. Kivétel persze, hogyha éppen sprintelsz, vagy valami nagyon intenzív edzést végzel, na akkor van az anaerob glikolízis, hiszen nincs elég oxigén az izomnál, és ezért oxigén hiányában kénytelen egy más
folyamattal lebontani a cukrot, ez az anaerob glikolízis. Ennek viszont van egy mellékterméke, a tejsav. A tejsav. Amikor a rák sejte növekednek, szaporodnak, rengeteg cukrot felhasználnak, hiszen ők elsődlegesen cukorból tudnak energiát nyerni, de nem az aerob glikolízis útján, hanem az anaerob, tehát alapvetően oxigén nélkül használják fel a cukrot, aminek két hátránya is van. Egyrészt így sokkal kevesebb energiát tudnak belőle kinyerni, másrészt így teljesen keletkezik. Szóval így működnek a ráksejtek alapvetően, hogy a cukor kell nekik, és sok cukor, és még több cukor. Ezért van egyébként az, hogy a daganatos betegségek jelentős részét PET-szkennel nagyszerűen lehet kimutatni, diagnosztizálni. A PET-szken így nagyon egyszerűen lebutítva azt jelenti, hogy egy bizonyos izotópot juttatnak a szervezetbe, és ennek van egy ilyen vívő anyaga, ami nagyon sok esetben a cukor. És mivel ugye ott van a cukor, azok a szövetek, amik ugye a daganatos sejteket tartalmazzák, fel fogják ezt halmozni, mert azonnal felveszik a cukrot. Felveszik a cukrot, felveszik az izotópot, ezt a radioaktív izotópot is, és emiatt nagyszerűen kimutathatók. Ez egy olyan képalkotó eljárás, ami funkcionális. Tehát nem az anatómiai képet mutatja alapvetően, hanem a funkcionalitásra utal, és egy ilyen képen látható az, hogy hol vannak a daganatos sejtek. Hiszen nagyon aktív az anyagcseréjük, nagyon sok cukrot felvesznek, és ezért ugye világítanak a PET-szken képén. Tehát a ráksejtekről tudnunk kell azt, hogy imádják a cukrot. És ugye ezt tudod, hogy minden szénhidrát, bármilyen szénhidrát, amit eszel, végső soron cukorra bomlik, ugye glükóz, vércukor lesz a vérben. Amikor azonban böjtölsz, megvonod a ráksejtől ezt a táplálékot. Amikor böjtölsz, a ráksejt nehezebb helyzetbe kerül, mert nincs ott annyi cukor a vérben, nem tud annyira gyorsan osztódni és szaporodni. Ezért is egyébként a ketogén diéta, amiben szintén nagyon kevés a cukor, az is elősegítheti a daganatos betegségek megelőzését, illetve vannak rá bizonyítékok, hogy akár a kezelésben is segíthet, de az most egy másik téma, most csak a böjtről beszéljünk. Tehát a böjtel megvonod a ráksejtnek a táplálékát, és ezáltal tudod ugye azt gyengíteni. Miközben egy érdekes dolog történik. Ezt úgy hívják, hogy differenciális stressz rezisztencia. Ez azt jelenti, hogy amikor böjtölsz, a ráksejtek ugye sok táplálék hiány gyengülnek. De nagyon érdekes az, hogy az egészséges sejtekkel nem pont ez történik. A böjt hatására a ráksejtek nagyon védtelenek és gyengék lesznek, hiszen azt a kevés cukrot, ami elérhető a vérben, azt is szaporodásra, növekedésre pazarolják. Ezzel szemben az egészséges sejtek sokkal bölcsebbek. Sokkal bölcsebbek, és amikor te böjtölsz, ők nem fogják pazarolni az energiát a szaporodásra, hanem nagyon jól beosztják. Tehát a lényeg ennek a differenciális stressz rezisztenciának az, hogy a rákos sejteket, a böjtel tudod gyengíteni, de ez nem igaz a normál sejtekre. És emiatt, hogyha ebben az állapotban egy rákbeteg kemoterápiát kap, a kemoterápia sokkal hatásosabb. Miért? Hát azért, mert a ráksejtek védtelenek és gyengék lesznek, viszont a normál egészséges sejtek ellenállóak, rezisztensek lesznek. Ez egy nagyon érdekes kutatási terület. Walter Lungo az, aki ezt mélyrehatóan kutatja,
és érdemes tőle olvasgatni, egyébként könyve is van, csak tudom, van magyarul, nincs meg, de az Amazonon meg tudod venni, én olvastam, nagyon érdekes. Tehát a bőr során a ráksejtek gyengülnek, de az egészséges sejtek nem, és ezt akár a terápiában is ki lehet használni. Szerintem ez nagyon-nagyon érdekes, de a lényeg most a mi szempontunkból az, hogy bizony a bőr segít a rák betegség megelőzésében, sőt, akár a kezelésben is segíthet. A bőrt negyedik pozitív egészségi hatása az, hogy fokozza az agy egészségét. A bőrt fokozza az agy egészségét, és akár a teljesítményét, tehát a memóriát és a tanulási képességet is javíthatja a bőrt. Miért? Azért, mert bőrt során egy BDNF nevű faktor termelődik, ez a Brain Derived Neurotrophic Factor, elég, ha a BDNF-nek hívjuk, ez az anyag bőr során termelődik, és ez elősegíti a neurogenezist, tehát az új idegsejtek képződését, és a szinapszisok létrejöttét is. Szinapszisnak hívjuk azt, ahogy két idegsejt, két neuron összekapcsolódik. Tehát a bőrt elősegíti azt, hogy az idegrendszered is egészségesebb legyen. És úgy tűnik, hogy a bőrt az segít a krónikus ilyen neurodegeneratív betegségek megelőzésében is, ilyen az Alzheimer-kor és a Parkinson-kor. Úgy tűnik, hogy a bőrt ezeket is segít megelőzni. A bőrt ötödik pozitív egészségi hatása az, hogy nagyon jó hatással van az emésztőrendszerre. A bőrt segíti az emésztőrendszer regenerálódását, szükség esetén a gyógyulását. Hogyha gyakran vannak emésztési panaszaid, puffadás, hasmenés, székrekedés, ilyesmi, lehet, hogy kéne rendszeresebben böjtölned, mert a böjt az ad egy pihenőt az emésztőrendszernek. Amikor böjtölsz, és ugye nem eszel semmit, és csak kalóriamentes folyadékokat iszol, akkor azért nem nagyon van dolga az emésztőrendszerednek. Végre tud pihenni. És ez a pihenés, ez teret ad a regenerációnak, és a szervezet fog is regenerálódni. Végül az utolsó egészségi előny, amiről ma szeretnék beszélni, az még nem 100%-ban bizonyított. Elég sok állatkísérlet van, ami nagyon reményteljes és bizakodásra ad okot. Humán vizsgálat azonban még kevesebb, de amik vannak, azok is nagyon ígéretesek. Arról van szó, hogy a bőrt úgy tűnik, hogy segít az autoimmun betegségek kezelésében. Az autoimmun betegségek lényegében arról szólnak, hogy a szervezet megbolondul egy kicsit, és elkezdi saját magát megtámadni. Ilyen például a szklerózis multiplex. Amikor a szervezet a mielin hüvely támadja meg, tehát ez egy idegrendszeri károsodást okoz. Vagy ilyen például a reumatoid artritis, a sok ízületi gyulladás, amikor a szervezet a saját ízületeit támadja. Ezek nagyon súlyos és krónikus progresszív betegségek, és úgy tűnik, hogy a bőrt ezekben is segíthet. Mert ugye, amikor bőrtölsz, beindul az autofágia, beindul az apoptózis, és a szervezetünk olyan bölcs, hogy azokat a sejteket és azokat a fehérvérsejteket bontja le, ami hibásak. Például az autoimmun sejteket. Tehát ez egy nagyon ígéretes dolog, még több kutatásra van szükség a témában, de nagyon érdekes az, hogy a bőrt akár az autoimmun betegségek kezelésében is segíthet. Röviden ennyit a bőrt legfőbb egészségi hatásairól, összefoglalom, és utána plusz egyet hozzáteszek. Tehát a bőrt segít a fogyásban, javítja az inzulin érzékenységet, segít a rák megelőzésben és akár a kezelésben is, hozzájárul az agy egészségéhez, jobb emésztést eredményez,
és akár az autoimmun betegségek esetén is segíthet. Ez a 6 legfőbb hatás, és van plusz egy, ami nem kifejezetten egy egészségi hatás, de véleményem szerint ez a bőrt egyik legnagyszerűbb hatása. A bőrt egy nagyszerű eszköz az önuralom fejlesztésére. Az önuralom egy nagyon-nagyon fontos jellem, vonás. Önuralomra mindnyájunknak szüksége van. És nagyon érdekes, sok kutatás van az önuralomról is, és tudjuk azt, hogy az önuralom úgy működik, mint egy izom. Hogyha használod, akkor erősödik, mint az izom. Ha edzed, akkor erősödik. Ugyanígy az önuralom. Ha edzed, akkor erősödik és nő az önuralmad. És a bőjtel bizony tudod edzeni az önuralmadat. Úgyhogy ez az a 6 plusz 1 hatás, amiről ma szerettem volna beszélni. Hogyha te korábban nem bőjtöltél, akkor remélem, hogy ez kedvet csinált számodra a bőjthöz. Hogyha még nem bőjtöltél, kezd kicsiben és fokozatosan tudod növelni a bőjt időtartamán. De azért az fontos tudni, hogy a több az nem feltétlen jobb. Tehát nem feltétlenül van szükség, hogy te soknapos vagy több hetes bőjtöket csinálj ahhoz, hogy ezeket az egészségi hatásokat elérd. Akár egy rövidebb bőjt is nagyon hasznos lehet, hogyha te azt rendszeresen csinálod. Szóval azért ebben sem árt a mértékletesség és a józanság, de azt gondolom, hogy egy ilyen egyszerű eszközt kár lenne nem használni az egészségünk fokozására.